pedig folytatjuk a Mokkát. Hosszú Katinka szerdán tartott sajtótájékoztatóján kamerák előtt tépte szét és utasította vissza az úszószövetség által felajánlott 12 millió forintos szerződést, amit szerinte csak azért akart neki adni a szövetség, hogy befogja a száját, miután a kéréseit 3 éve nem teljesítik. Feltehetően a közelmúlt eseményei miatt tegnap este lemondott tisztségéről Kis László, az úszók szövetségi kapitánya. A tények összefoglalója után folytatjuk a témát. Még mindig úgy érzem, hogy az eredményeim már kiérdemeltem ezt a támogatást, és nem kéne ezt további követelésekhez kapcsolni. Ezért nem írom alá ezt a szerződést. Hosszú Katinka sajtótájékoztatóján tépte szét azt a 12 millió forintos szerződést, amit szerinte csak azért kapott az úszószövetségtől, hogy befogja a száját, miután a kéréseit 3 éve nem teljesítik. Adásunk előtt nem sokkal Kis László, az úszóválogatott szövetségi kapitánya lemondott. Próbáltuk elérni telefonon, de nem sikerült. Gyárfás Tamás, a Magyar Úszószövetség elnöke azonban telefonon nyilatkozott a tényeknek. Azt mondta, elnézést, megszakadt a bejátszás, de reményeink szerint itt van velünk a telefonban Pásztori Dóra, a paralimpiai bajnok úszó. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szia, Dóri! Hát naponta újabb és újabb körülménnyel, fejleménnyel bővül az ügy vagy botrány, ki hogyan szeretne fogalmazni. Neked mi a véleményed az egészről? Én megmondom őszintén, én néhány kérdést föltettem a Facebook oldalamon, de belőle elsősorban az újságíró szólalt meg. Én azt gondolom, hogy még mindig nagyon-nagyon sok kérdésre nem kaptunk választ, és hogyha itt valóban az a cél, hogy fejlődés induljon el, akkor ehhez nagyon-nagyon fontos lenne egy nyílt, őszinte párbeszéd, és egy olyan vita, amely tényleg abba az irányba mutat, hogy mind a két fél arra törekszik, hogy itt megoldást találjanak. Ezt a párbeszédet szorgalmazza egyébként az úszószövetség, csak azt mondják, hogy nincsen rá lehetőségük egyelőre. Téged azért is kerestünk meg, egyrészt a kiírt posztod miatt, másrészt pedig azért, mert te is beleláttál az úszószövetségnek a működésébe, hogy mégis mi az alapja? Az alapja ennek a konfliktusnak, amit sokan nem értenek? Én nem láttam bele az úszószövetség munkájába olyan szinten, hogy meg tudjak fogalmazni olyan típusú problémákat, amikre Katinka utalt. Én ugyanis már ugye nagyon régen nem úsztam, ráadásul parasportolóként nem is volt olyan szoros kapcsolatom az úszószövetséghez. Én azt látom, hogy itt egy egészen más szemlélet van, amit Katinka is én képvisel, mint az úszószövetség. Picit talán lehet egy ilyen amerikai felfogásnak mondani, ami az én meglátásom szerint egyáltalán nem gond. Egész egyszerűen meg kell találni azt a közös hangot és azt a közös szemléletet, amelyen azokat a pozitív példákat, amelyeket ők láttak a világba, vagy akár az Egyesült Államokba, azokat adaptálni lehessen a magyar rendszerbe. Mert nyilvánvalóan minden területen, a közélet minden területén van igény és lehetőség a fejlődésre. Én azt gondolom, hogy ez nem kérdés. Én az ő szavaikból azt vettem ki, hogy nincs egy kristálytiszta, átlátható, nyugalmat adó struktúra, egy kiszámítható jutalomrendszer, egy kiszámítható támogatási rendszer, amellyel teljesen egyértelműen végig lehet kísérni úgy egy pályafutást, hogy mindig tudja az úszó, az edző, az egyesület, hogy mikor mire számíthat, mikor mivel gazdálkodhat. Te egyébként tapasztaltál, azt mondod, hogy nem annyira láttál bele az úszószövetség munkájába paralimpiai sportolóként, de tapasztaltál, nyilvánvalóan beszéltetek egymással úszók, hogy fejetlenség lenne, vagy belső csatározások azok, amik inkább meghatározzák, tematizálják az úszó életet, és nem pedig az úszókkal való foglalkozás és a szakmai előmenetelük segítése? Hát amikor nekem valamelyest rálátásom volt erre az úszótársaimon keresztül, az azért több mint 10 éve volt, akkor még egy picit más volt a helyzet. Én akkor nagyon-nagyon éreztem mondjuk a vidék és a főváros ellentétét, és a nem is tudom, egy vidéki úszó nehézségeit, amit mondjuk annak idején Jakabos Zsuzsin keresztül láttam, illetve azon a klubon keresztül, ahol én készültem. Hogy ez mennyit változott az elmúlt időszakban, ezt most tényleg nagyon-nagyon nehéz megítélnem. Én azt gondolom, hogy miközben megértem azt, hogy Katinka most a felkészüléssel akar foglalkozni, de közben nagyon fontos lenne, hogy még válaszoljon kérdésekre az, hogy előre tudjunk lépni, és ne egy ilyen nagyon kellemetlen, feszültséggel teli, érthetetlen konfliktus alakuljon ki ebből az egész helyzetből. Én próbálom megérteni őket,
De most nem biztos, hogy tényleg a hallgatás a legjobb megoldás. Miközben tudom azt, hogy az olimpiai évében minden perc, ami nem az olimpiai felkészüléssel megy, vagy nem, minden gondolat, ami nem akarul forog, az kihatással lehet az eredményre. Már csak azért is meg kéne szólalni, mert egy olyan ikon mondott le tegnap, Kis László szövetségi kapitány, akinek a lelépésére, amelyet egyelőre Gyárfás Tamás nem fogadott el, valamit reagálni kell. Én nagyon sajnálom Laci bácsi lemondását, én nem gondolom, hogy ez megoldás lenne bármire, ezzel megint csak egy helyben toporgunk, úgyhogy remélem, hogy lesz egyről a kettőre lépés. Szerinted azon kívül, hogy Katinkának meg kellene szólalnia, a Magyar Úszó Szövetség hozzáállásában kellene változásnak létrejönnie? Biztos, hogy kellene, azt gondolom, változás, de ami a legfontosabb az lenne, hogy minél többen szólaljanak meg az ügyben. Ne egy úszó véleményét halljuk, hanem több úszó véleményét, aki érdekelt. Ne egy edző véleményét halljuk, hanem több edző véleményét. Az, hogy a közvélemény is, az úszós szeretők is tisztában lássanak, ahhoz egész egyszerűen folyamatosan kellene hallanunk más véleményt is, és akkor tényleg lehetne egy átfogó képünk arról, hogy mi alakult ki. Én azt várom nagyon, hogy nem kell Katinkával minden körülmények között egyetérteni, de természetesen, ha valaki úgy gondolja, vagy hasonlóakat tapasztalt, akkor mondja ki, álljon ki, mondja ki, vagy vitatkozzon vele, mert így nagyon-nagyon nehéz lesz kikecmeregni ebből a nagyon kínos helyzetből, és azt gondolom, hogy ez most már tényleg nagyon-nagyon rossz irányba kezd elmenni. Én még egy dolgot tennék hozzá, egy ilyen ikonikus, ilyen példaképnek számító emberek, akár Kis Laciról beszélünk, akár Hosszú Katinkáról, nem szabad, hogy személyességbe vagy személyeskedésbe forduljon át az ügy, mert ezzel a saját nimbuszukat és a magyarországi magyarok nimbuszát is rombolják. Dóra, mi köszönjük szépen, hogy tudtunk veled beszélni.